Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Focis témát hoztam, nem VB-vel kapcsolatos, hanem Cristiano Ronaldo-val és a Manchester United-dal. Bizonyára hallottátok már a hírt, hogy elválnak útjaik, felbontották a Ronaldo-nak a szerződését, tehát most jelen pillanatban szabadon igazolható. Igazából engem annyira nem lepett meg ez a hír, mert egyrészt már szerintem ilyen október környékén pletykáltak erről, hogy szerződésbontás lesz. Ugye a nyár az arról szólt nagyjából, hogy Ronaldo szeretne menni, és hogy hova menne. Volt olyan csapat, amelyik hát elvileg tett is ajánlatot, de aztán végül nem jött össze a dolog. Úgyhogy most közös megegyezéssel szerződést bontottak. Ugye a Piers Morgan-es interjú tette be ott a kaput nagyon a United vezetőségénél, ahol hát én azt mondom, hogy Ronaldo csak őszinte volt, elmondta azt, hogy ő mit érez, ez nyilván a csapat érdekeit nem szolgálta, ebből volt is neki konfliktusa a csapattársaival, akár a válogatottban is azokkal a csapattársakkal, akikkel együtt játszik ugye a Unitednál. És én úgy gondolom, hogy ez a legtisztább, mert így nem kell kifizetni Ronaldónak a szerződéséből fennmaradt lóvét, tehát ugye nem egy egyoldalú szerződésbontásról van szó, Ronaldónak se kell kivásárolnia magát a szerződéséből. Megpróbálták, tartott másfél évig. Én azt gondolom, hogy a tavalyi év az egész jó volt, már tavaly is amúgy kritikákat kapott Ronaldo, de azért lássunk egy kicsit tisztán, mert hogy ugye az volt a kritika, hogy hát Ronaldo az, aki visszatartja a csapatot, és ezért nem jönnek az eredmények. A Ronaldo előtt, amíg nem volt ott, ugye, amíg a Realban játszott, illetve hát amíg mondjuk a Juventusban játszott, jöttek az eredmények a Unitednál? Nem igazán. Tehát én nem hiszem azt, hogy az ő személye lett volna az, aki korlátolta volna a Unitedot abban, a Manchestert abban, hogy eredményeket érjen el. Egyszerűen valami még mindig nem állt össze a Manchesternél. Most már viszont nem tudják majd erre fogni. Lehet egyébként, hogy a közegnek, a csapaton belül, tehát a hangulatnak lehet, hogy ez egyébként így el tudom képzelni, hogy jót fog tenni, mert azokat a kritikákat, azokat elismerem és elfogadom, amelyek azt mondták, hogy minden Ronaldóról szólt az elmúlt időszakban, ez tény és való. Úgyhogy azt el tudom fogadni, hogyha emiatt érte őt kritika. De hogyha esetleg hova mehet Ronaldo, hát most nagyon akciósan lehet őt megszerezni, tehát gyakorlatilag ingyen, és szerintem már az életkora is, meg főleg az elmúlt fél év, ez szerintem azt fogja eredményezni, hogy már azért a fizetési igénye is lejje fog menni, és olyan csapatokkal is szóba fog állni, vagy szóba tud majd állni, akikkel korábban soha. Tehát most jelen pillanatban ő ugye neki az volt a problémája nyáron, hogy a United nem szerepel a Bajnokok Ligájában, és ő szeretne ott játszani. Igazából alá tud írni BL csapathoz, vannak lehetőségek. Most gyakorlatilag a top ligák, top csapatai bejelentkezhetnek érte. Én szerintem nem fog Angliában maradni, mert ugye amikor tavaly nyáron aláírt a Unitedhoz, akkor már kvázi a Manchester City-vel majdnem meg is állapodott abban, hogy majd ő odaigazol, csak aztán végül jött a Unitednak az ajánlata, és inkább azt fogadta el. Szerintem Angliában ő nem akar maradni. A Real Madridnak szerintem jelen pillanatban túl nagy szüksége nincsen rájuk, már az elmúlt években eléggé komolyan a jövőt próbálták meg építeni. Olaszországot el tudom képzelni, de hát ott is hova esetleg, hát a Juventus az biztos, hogy nem, esetleg ezt el tudom képzelni, hogy egy Inter vagy egy AC Milan az, amelyik majd leigazolja, hogyha így kifejezetten Angliáról, vagy bocsánat, kifejezetten Olaszországról beszélünk. De talán az egyik legjobb döntés, vagy leglogikusabb döntés, ugyan anno a Manchester United tűnt a leglogikusabbnak, amikor odaigazolt. Én úgy gondolom, hogy a Sporting lenne vissza
vissza Portugáliába, vissza úgymond az alapokhoz, és ott le tudnál zárni az amúgy abszolút sikeres karrierjét. Én sajnálom nagyon, hogy így alakult, mert szerintem ez az egész szituáció nem méltó sem Ronaldóhoz, sem a Unitedhoz, hogy most megy ugye az újabb mutogatás, hogy gyakorlatilag kin hasalt el ez a dolog. Én úgy gondolom amúgy, hogyha egy játékos azt mondja, hogy nem akar a csapatban maradni és szeretne menni, akkor azt a játékos tök mindegy, hogy ki. El kell engedni. Persze nyilván az elején meg lehetne kérdezni tőle, hogy miért akarsz elmenni, hát ha tudunk segíteni, hát ha itt olyan anyagi gondok vannak, vagy ilyesmi, főleg egy Ronaldo esetében, de hogyha nem tudnak megállapodni, nem jutnak dűlőre, akkor el kell adni. És biztos vagyok benne, hogy lett volna olyan ajánlat, ami megfelelt volna a Manchesternek. Szóval ahogy az előbb mondtam, most akciósra lehet kapni egy Ronaldót, ami azért is jó, mert ugye ahogy mondtam, ugye a fizetési igénye is már lejjebb ment, tehát viszonylag megfizethető áron, tehát ugye a szerződését tekintve viszonylag megfizethető áron lehet hozzájutni, és az biztos, hogy termelni fogja a pénzt, hiszen azzal, hogy leigazolja egy csapat, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyik csapat, a mezeladások meg fognak ugrani nemzetközi szinten, tehát azt a pénzt, amit a fizetésére elszórnak, mit tudom, egy két évre, azt szerintem egy két nap alatt behozza. Én úgy gondolom. Ami most így eszembe jutott még ilyen opció, amiről még sokat pletykáltak a Sporting mellett, meg még akár az Interről is hallottam egyébként, hogy esetleg oda menne, de erről még korábban hallottam, az Amerika, és Ronaldo ugye hát elég sokat járt Amerikában, a híd nyaralás szempontjából, most viszont ott is dolgozhatna. Ott biztos, hogy nagyon sokat tudna keresni, az amerikai csapatok azok ki tudják fizetni, mondjuk egy Miami akár, és akár azt is össze lehetne hozni, hogy egy Messivel együtt játszom, mert állítólag Messiért is bejelentkeztek, de ez is egy ilyen korábbi pletyka, bejelentkeztek Amerikából, hogyha ugyanabban a csapatban mennének, hát akkor meg összeállna az, amire már szerintem 10 éve vágyunk, hogy ez a két csávó egy csapatban játszon. Úgyhogy én azt mondom, hogy Amerika lehet jó opció neki, illetve Portugália Sporting. Azon kívül egyébként most, hogyha visszamegy Olaszországba, biztos egyébként szeretett a Juventusban játszani, de szerintem már nem oda való, vagy nem is tudom, tehát már nem feltétlenül olyan álmokat kéne dédelgetnie neki, hogy BL-t nyer, vagy ilyesmi. Nem azt mondom, hogy nincsen rá esély, vagy az, hogy esetleg reneszánszát élje, és elkezdje megint termelni a gólokat, és csapat a legjobbja legyen. De szerintem most már a kicsit így a levezetés felé kéne tolódnia, és például ilyen szempontból a Sporting lehet tényleg nagyon jó megoldás, meg az Egyesült Államok. Véleményeket várom kommentben, köszönöm a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!